A Magyarországi Természetvédelem történetisége a természetvédelem mai rendszere és feladatai című előadással kezdődött a Jávorka Sándor mezőgazdasági iskolában a Népfőiskolai Társaság új természetvédelemről szóló sorozata. Két alapvető oka van. Az egyik az, hogy Tata és a vidéke is egy kiemelkedő értéket jelent. A másik pedig az, hogy azért napjainkban számos veszély leselkedik, illetve hát folyamatosan vannak olyan veszélyek, amit hát a környezetvédők és mások is mondanak és kiabálnak. Tehát a dolog lényege az, hogy nekünk, mint népfőiskolának úgy gondoljuk, úgy gondoltuk, az a kötelességünk, hogy ezekre jobban ráirányítsuk a figyelmet. És volt ennek még egy, még egy konkrét oka, hogy nemrég lett ugye a Naturpark hivatalosan is elfogadva, a Gerecsen Naturpark kialakítása és jóvágyása, és ez volt az a, hát nem végső lökés, de ez volt az a másik fontos elem, ami miatt úgy gondoltuk, hogy akkor tovább nem halogathatjuk ezt a feladatot. A sorozat nem csupán előadásokból áll majd, hanem természetismereti sétákból, kirándulásokból is. Hát gépesítve kialakítottunk előzetesen olyan, útvonalak, olyan útvonalakat, amelyek lehetővé teszik, hogy a fontosabb, értékesebb értékeket, természeti értékeket bemutassák, megnézzük és lássák, aki nem talál Találkozott még ezekkel az élményekkel, akár a Dunapart, akár a hegyvidék felé, Tardos felé, tehát körbejárjuk a, a járás területét. Az első előadó Vince Péter föltani referens volt, aki a Fölművelésügyi Minisztérium Nemzeti Park és Tájvédelmi Főosztályának vezető főtanácsosa. Komoly dolog, amiről beszélni fogok, de megpróbálom úgy előadni, hogy mindenki megértse. Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek a szívügye a környezetvédelem és a természetvédelem. Ugye ezt mi a Földművelésügyi Minisztériumban hivatásszerűen, ugye véresen komolyan csináljuk, de azért a, a nőfőiskola hallgatóinak igyekszem a szépségeit megmutatni. Ez egy nagyon érdekes ilyen paradox helyzet, mert én úgy gondolom, hogy az ilyen előadásokra eleve azok jönnek el, akik már valamiféle környezetudatos magatartással rendelkeznek. Én nagyon bízom abban, hogy ennek majd esetleg híre megy, és a későbbi előadásokra már olyanok is jönnek, akik először kapcsolódnak be ebbe az anyagba. Tehát remélem, hogy sikerül megalapozni ezt a, a műsor, vagy ez a sorozatnak ezt a fajta felfutását.